Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első kérdés így hangzott. Mi az ő gondolata? Mi az ő terve? Itt látható az örvendezés, vannak jó kapcsolatok, ez lehet egy meghívás, egy ünnepség, látható a vidámság. És a következő képen ez a szolgáló lány jelenthet valakit, aki szolgálja őt, vagy megalázkodik előtte, de ez a kártya utalhat a munkára, a munkahelyre is. Lehet, hogy a munkahelyen van egy ünnepség jelenleg, vagy azt is jelentheti, hogy ő úgy gondolja, hogy te szolgálod őt, mindent megteszel neki, és ő nem akarja ezt tőled elvárni, hanem lesz itt egy meghívás, egy ünnepség, látható a vidámság, tehát nem csak a munka fontos, hanem a szabad idő is. És a második kérdés, hogyan érzi magát? Kicsit szomorú vagy, de jelentheti ez a kártya azt is, hogy ő szomorú valami miatt, holott itt vannak ünnepségek, van vidámság, de ez kifele látszik így, hogy jókedvű, hogy úgy gondolja, úgy érzi, hogy minden rendben van, hiszen itt vannak ünnepségek, van a vidámság, de mégis vagy te szolgálod őt, vagy ő szolgál valakit, sok a munka, és megjelenik itt a szomorúság. Tehát belülről nem úgy érzi magát, ahogy így kifele mutatja. És mit fog tenni? Itt látható a tolvaj. Ez jelenthet valamit, ami arra utal, hogy valaki ellop tőle valamit, vagy tőled valamit, tehát tényleg lehet itt lopásról szó, de, mint mindig, a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és a tolvaj el tud távolítani bizonyos kártyákat, mint például a szomorúságot, hogy ez az időszak elmúlik, hogy ő szomorú, vagy te vagy szomorú, hiszen a tolvaj ezt eltávolítja. Itt lesz egy levél, vagy egy meghívás, itt lesznek ünnepségek, és végre tudjátok a szabad időt élvezni. Mi köt össze benneteket? A hit és a bizalom köt össze benneteket, hogy ebből a kapcsolatból kialakul valami. Az is lehet, hogy a tolvaj a levelet tünteti el, és te eddig várakoztál arra, hogy ő írjon, vagy jelentkezzen nálad, de ez a levél útban van hozzád, és itt ez a főpap esküszik erre. Tehát jelentkezni fog nálad, a szomorúság elmúlik, sok volt a munka, a szomorúság, a gondok, de lesz egy fordulat, a tolvaj tud abban segíteni, hogy a negatív kártyákat eltávolítsa, és akkor itt van a vidámság, az ünnepség, és megvan ez a hit, ez a bizalom kettőtök között. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!